Run to accounting and ask them any question you can come up with about the budget. That'll justify our presence here. As for us, Colonel Marshall, we're heading to the command station. Oké, hallottalak. Jól van akkor, tehát lényegében meggyilkolt kulcsfontosságú személynek a tesójával lógunk itt a Pentagonban. Na jó, nézzük meg, hogy hol lehet ez a number van. És akkor lényegében három személy maradt élve. Az ő kemény. Ja, még gondolja, hogy ezt kiirdottuk ott a katedrálisban, vagy minek hívták a helyet. Sanctuary, na mindegy. Jól van, oké, tiszteleg. Meg ez tökéletes lenne, hogyha én itt csak úgy ide leütném. Yes, Mr. President. The President's advisor will see you now. After you, Senator. Jól van. Szólja a szenátor. Na jó, menj a dolgodra. Mhm. Mi a... Welcome to SSH-1, Senator Sheridan. Oh, egy ismerős arc. Hello, Calvin. Splendid of you to see us. There's a bit of a problem, Walter. Colonel Marshall cannot accompany us. I have strict orders from President Galbraith. But I... Our staff is overworked, sir. The President prefers sparing them any added aggravation. I apologize, Colonel Marshall. Let's go, Sheridan. Operations are about to be launched. Hát jó van, akkor... Akkor nem mehetünk utánuk. Közben valami szarság az elnökkel kapcsolatban. Na jól van, te meg akkor engem azt ki fogsz kísérni? Na, értem. Ja, nem tudom magamtól kimenni innen. Na jó, akkor mutasd az utat. Na. Engedjél már ki. Oké. Good day, Colonel. Good day to you, mister. Good evening, Colonel. Aha. Csak így beenged. Oké, aludj jól. Hamis vagy. Oké, és akkor megnézzük, van itt valami important document, vagy micsoda. Bár szerintem itt lesz. De nem tudok tovább menni, hát persze. Jó, van itt valami? Nem igazán. Nem. Nem. Remélhetőleg hamar meg lesz. Azt hiszem, itt lesz az utolsó talán, mert az új sejtének a vége fele. Na jó, van akkor, nem, máshol van. Nem mind annyira érdekelne. Mondjuk lehet, hogy ezeket a tetemeket el kéne raknom. Bár azt sem biztos, ide bárki be fog térni. Jó van, akkor megpróbálunk itt bemenni. Ja, oké. Esetleg, hogy ez le van zárva nyilván. Jó. Oké, te maradj ott. Aha. Nem ám, ez nem így van. Na jó, nem lett el semmit. Szóval nincsen baj elvileg. Kamerá, akkor van valami érdekes? Oké, és akkor az egyik folyosón vannak járőrök. És igazából ugyanezt mutatja a többi. Jó, akkor azok ki fog nyílni. Van itt még valami? Ezt én magammal viszem. Szerintem le fogom bukni. Oké, talán le kéne futnom csak. Oké, maradjál. Nem akarlak megölni, csak beszélgetni akarok veled, semmi extra. Ahogyan veled is. Á, már úgy is meg fog állni a legközelebbi pontnál. Oké, és erről van szó. Ja, úgy igen, nekem mentem a checkpointnál. Oké, és hová rakjalak téged el? Talán ide nem fognak észrevenni, nem fognak ide bekukucskálni. Akkor itt van a másik haver. Téged merre vigyelek? Arra nem jó. Talán oda be. Oké, és nincs senki körülöttem, nincs sem mögöttem, se előttem. Az egy jó film megjelenik, tehát körbenézek akkor sem, amikor nem kéne. Akkor nincs miért.
Jó, aludj itt, na akkor ezt elviszi, bele tudom megint be fogom törni a széket, ahelyett, hogy valaki rácsapnám. Jól van. Erre nem tudok elmenni. Nem, valami újdonság itt. Jól van. Aha, na gyere csak. És meghalsz! Mondjuk azt tetszik, hogy amikor nézzük a kis kamerában a modellünket, akkor lényegében csak egyik kezünkben fogjuk a széket, aztán az ütés animáció és az ököl el van, pedig azért konkrétan rácsapjuk. Na mindegy, nem baj. Azért azért van így, mert hogy a multiplayerben erre nincs lehetőség. Legalábbis amikor botokkal játszottam, ott nem volt nagyon szék, amit felkaphattam volna, vagy sörös üveg. Na jó, nézzük, hogy van itt valami. Hello! Oké, és akkor test ki vagy ütve. Ahogy jelentem, amikor elcsapom, mennyire ideges lesz a zene, vagy inkább intenzív. Hoppá! Na jó, szerintem is sem fér lesz. Ott valaki figyel engem. Csak ne... Ja, hogy azon keresztül értem. Nem, nincs alert. Jó. Oké. Akkor ez így megvolt. Nem tudom, volt itt, láttam egy plakátot. Van valami ideges itt? Á, nem. Dead or Alive. Jó. Hová? Jó. Na. Lejössz most már? Oké. Be se nyomtam. Na, mindegy, nem baj. Jó. Várunk szépen. Huha. Na jó, most velünk szembe fog lenni. Jó. Nem pont. Oké. Oké, ott beszélgettek, értem. Aha. Jó. Nem. Maradj. Nincs medikit, nem az a vicces. Ójjaj. Ez kicsit nyugtalanító. Okés. Csak maradj ott és nézd a semmit, meg tulajdonképpen nem volt, ami ott lehetett volna látni a izében. Szekrényben. Na jó, téged hová vigyünk be. Na hát jó lesz neked. És még esett neked egy pajtit, csak aludj ott, jó? Na itt lesz valami amúgy, nem hinném. Jól van. Ezt mondjuk elviszem. Okés, akkor itt minden tiszta. Ha? Hogy vettél észre? Mit csinálsz te? Nem fogsz megölni. Ó, basszus, ez így izgalmas lesz 12 HP-val. Oké, menj oda a haverodhoz. És nem ölsz meg. Így né, pont ahogyan megjósoltam. Na jó van, hát ez jó lesz így. Na oké, szerintem itt tök jól elleztek. De hová rakjam a harmadikat? Mondjuk, ja. Végülis ide senki nem fog szerintem már jönni. Jól van, akkor ti maradjatok itt. Én addig megpróbálom, nem tudom megnézni, hogy mi az nagy megbeszélgetés az elnökkel, vagy mi. Oké, és akkor itt befordulunk. Ó, már megint! Keresnem kéne valamit. Oké. Aztán működni fog így. Aha. Aha! Jó. Oké. Nem kellnek szent tanúk. What is Sheridan doing in SSH1 during an election campaign? This is sheer provocation. Hallottam, Adam West. Na jó van, akkor te maradj így. He picked a fine day to do it. By the way, where the hell are my bodyguards? Ja, vajon hová lettek? As a matter of fact, sir. Just a second, Calvin. Give me some change. Mr. President, sir, the Spads have been assigned to your protection for the duration of Total Red.
those hotheads? Confound it! Not one machine on this base works! But, Mr. President... Nothing but the dregs of society, recruited by McCall! Mr. President... But if you feel they're the best, Calvin, I trust you. That's not sad. Na jó, az a baj, hogy nem tudom, hogy most előbb bújjak-e. Nem tudom, hogy volt egy checkpoint, szerintem nem volt, de... Ja, jobb lenne, hogyha leütöm. Oké, okay, mi... Op. Most hová mész? Oké, okay, benyomtad. Ja. Nem tudom mit mondani. Az ajtó úgy nézett ki, mint az ablak. Na jól van. Oké, okay, és legalább HP-m kicsit több, mint az előző esetben. Jól van, akkor csak gyere ide, aztán gyorsan kiütlek. Oké, okay, kösz, akkor te is jössz be ide a fürdőszobába, vagy nem tudom, WC-re, aztán még téged is ott kiütünk. Jól van. Oké, okay, nagyon szép. Nem tudom, hogy de vissza fognak-e jönni ellenfelek, de szerintem már nem igazán, szóval itt tovább megyek. Ide be, és akkor meg vagyunk. Oké, okay, és elmentettem a checkpointnál, többször is leellenőrizve. Can you find out what's up? Okay, over. Ja van, Cooper, akkor aludjál egyet. Nyilvánvalóan azért nem tudjuk kinyírni, vagy hát nem engedik kinyírni ezeket a katonákat, mert ők lényegében a kormánynak dolgoznak, és nem pedig a Spetsnek. Jól van. Shit! Jó. Valaki ott elindult. Jó, 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 jó. De amúgy hogy vettél észre? Ez a baj, hogy a játék észreveszi a semmit, ami meg se történik. Vagy legalábbis nem érzi, nem kéne, hogy érzékelje. Vagy egyszerűen skriptelve van annak az embernek a reakciója, hogy a falon át áthallja azt, hogy rácsapok valami eszközt a másik ellenfélre. Vagy nevezük akárminek. Jó. Az eldő, hogy az a tipikus AI van, hogy amint egy ellenfél érzékeli, hogy észrevette egy ellenséges célpontot, vagy szemét, akkor arra mindenki más úgy reagál. Na mindegy, jó vannak most, jól működnek a dolgok, nincsen semmi baj. Okés, na okés, akkor itt minden más a helyén van, ha jól látom. Nagyon jól van akkor. Nincsen más, amit össze tudnák lootolni? De igen, igen. Jó. Oké. Okay. Akkor kicsit már OP-k vagyunk. Ó, milyen nagy terem. Na jó van. Kicsit még körülnézze, hátom valami. Ez zárva van. Túloldalt valami. Ahol nem tudom, nekem az asztaltól hirtelen beugrott a Doctor Strange Love. Ide nem tudok elmenni. Na jó, akkor nézzük meg a többi ajtót. Ó, ne! Az a társaságunk van. Akkor szerintem ez volt a játék utolsó stealth-elés. Jó, jaj, kifogytunk? Oké, okay, nem baj, nem baj. Jó, jó, oké, okay, oké. Okay. Köszi a lőszert. Jó. Oké, és... Há? Among Us? Oké, és... Ó, oh, hello Standwell! És kinyír Standwell, hát persze, vajon miért nem lep meg? Ja, de 60-assal sétál, hát persze, és hogy ő megy 60-as, az nyilván gyorsabb karaktermozgással van neki engedélyezve a használata, mint mondjuk nekem. Na jól van. Na jól van, akkor próbáljuk újra ezt a nagy harcot. Jó, oké, okay. Nem látok semmit, mivel van sok a, nem tudom, a képernyőn. Jó. Tehát jobb lenne, hogy az ablakokat inkább nem lövünk ki, mert végül is több lövedéket bírnak, hogy egy átlagos, és így talán Standwell ő is meg tudok így menekülni. És nyilván a gránátvetőket, azokat rákom hagyni, mint a gránátjaimat. Jó van. Hát minden, majd szétvétek helyettem. Jó, oké. Oké, egy kis általában messze, mert ezután fog jönni a boss. Jó. Oké. Okay. Oké, okay, jó van.
Jó, oké. Az a baj, hogy ennyi voltam eddig itten. El is használtam. Ó, jaj. Hát ez nem a legjobb felhasználási módszer. Ajaj, meg fog ölni. Jó, uratöltök. Honnan fogsz jönni? Aha. Jó. Maradj. A 22 HP. Á, le fog lőni. Jaj, lelőttél. Hát persze. Valószínűleg 0,1 HP. Annyi maradt meg neki. Ez nem új. Jól van, akkor egy csávó maradt itt hátul. És jól van, mögöttem is van közvetlenül egy. Most miért adja a játék ebben a helyzetben vagy harcban? 5-6-ot? Jó. Na, kérdettem Stanwell. Help! Úgy nem tudom, lehet, hogy a torzítás miatt, de úgy hangzódik az ennek a kiabálás, mintha le lenne lassítva inkább. Na jól van. Mellé. Ez is. Na jól van, robbanásálló mellénye van valószínűleg. Jó, oké, majdnem a felénél vagyok. Az igen, hogy átlövöd. Jó. Oké, medikit, jókor használva. Na, meghalsz, ide lenne. Olyan nagyokat tudnak ebben a játékban a fegyverek. Na jó, van neki rák volt egy ilyen, nem tudom, halálti dialógussal, akkor te voltál a hármas számú. Ja, amúgy imádó képen látszik, de a modellen nincsen. Okés. Jó, a Stanwell, meghaltál. Jó, ennek legalább örülök. Akkor itt van az elnök, ha minden igaz. My God. Call off all operations before it's too late. Jó van. Jól vagy? Ó, jaj. Take the president to a safe place and find Sheridan. I've lost contact. Jó van, megkeressük Sheridant. Csak hát, ja, kicsit kifújt az elnök. Na, jól van. Jó, akkor itt van a checkpoint, ennek legalább örülök. Ó, jaj. Ó, oké. Jó. Hát tudjátok, még fogjátok az elnököt, nekem nem kell. Tartsátok, megetessétem ebben mindent, csak hagyjátok az újra töltsek. Okés. Jó, pihenjél. Elnök úr. Jó. Maradj. Oké. Jól csináltad. Jó, addig maradj itt, elnök úr, mert van esetleg bármi medikit itt, mert kicsit éhezek, értette. Jól van. Nem, nincs is semmi komolyan. Nincs is semmi az égvilágon. Az elég égő, he? Miért lehet kinyitni, hogyha úgy csinál semmit? Ah, nem áll komolyan. Okés. Na, valami jó hely. Itt van-e ellenfél? Igen, van. Jó. Még élek. Nem lehet ezeket a szegényeket kinyitni? Bár szerintem ez nem az a hely. Ja, abszolút nem az, hiába nézek itt végig, semmit nem ír ki. Ha volt egy important document, annak örülnék, bár szerintem nem mindegyiket szedtem össze. Jó, oké, akkor is szerintem minden tiszta. Ez legalább valami. This way, Colonel, quick. Jó, van, oké. Follow Captain. Just leave him right here. Van. Neked itt jó lesz? Oké. Mr. President, can you hear me? Okay. He's breathing. Jó, oké. Az legalább valami jó jel. Így, nád, kösz. Na, egy pillanat. Jó. Oké, fire in the hole. Úristen, ez dög mellé ment. Jó, esetleg most. Oké, erről van szó. Én melyik fegyvert akarom elővenni? Jó. Ott jó lesz neked. Áú, lelőtté.
Mondjuk én álltam igazából rossz helyen. Nem baj, nem baj. Jó. Erre nem tudok elmenni. Aha. We're waiting for Calvin Wax's orders to attack. They must be neutralized. Jó van, oké, akkor Calvinéket elkapjuk. Good luck, Colonel. Jó van. I heard everything. I'll notify Colonel Amos. Wax is number one. We've got him. Így van, így van. Oké, oké, na ez izgalmas lesz. És akkor Fly, mit is mondom? Vex, jó, number one, de ez a szemüveges csávó. Na jó van. Hey, that's Colonel Marshall over there. Help! Hogy ugrálsz? Jó, na csá, jó helyzet. Be careful, there's a lot of them. Aha. Jó, hogy szólsz. Jó, vannak egy páron. All assault teams are in position around the strategic network centers. Na oké, szóval te olyan number one elvileg. Prepare to declare a state of emergency. You will order all... Oh, jaj. Kill that man now! Mikor úgy hallottam, hogy azt mondaná, hogy kill that bastard. Jó, jó, oké. Az a baj, nincsen medikítés, pont ez van az utolsó küldetés a játékban. Ó, basszus, és még küldenek. Ó, ez nagyszerű, meg fogok halni, mert hogy nincs igazából semmi, amivel feltölthetném a HP-mat. Hát persze, hogy miért ne lenne. Itt volt egy ajtó. Ó! Én kis fak. Én kis figyelmetlen. Azt a mindenit. Na, ez mondjuk jó így. Na mondjad. Gyerünk. Most mi van? Félrement a script? Na mindegy. Nem is olvastam a dialógusokat ott fent. Jó, akkor ebből most már megjelentünk normálisan. Oké. Say hello to my little friend! Oké. Jó, hallottam. Oké. Egyáltalán golyóállók az üvegek, vagy csak ideig bírják? Nem tudom. Jó, oké, és maradj ott le, csak megkeresem a megfelelő fegyvert, mert kinyírhat nálad titeket. Nem hinném. Rex. Jó. Merre vagy? Merre vagy? Oké, te ott vagy fent. Ki fogok téged lőni egyetlen ez a fegyverrel? Úgy néz ki, hogy igen. Hello! Oké, okay, meghatás Jean-Claude Van Damme a Street Fighterből. Jó. Na még kimaradt. Már nem látok senkit se igazából. Adat fel kéne jutnom, mert ott vár engem. Le tudom minden bajon kempelni ezzel a pisztollyal. Összehozva szerintem az kérdés sokkal menő benne, hogyha egy revolver lenne nálam, de csak az én személyes véleményem. Jó. Ami már dobsz, hogy két pisztoly van nám, de mégis a D2-től túlra. Jól van, akkor neked is annyi. Ami az én azt tök jó alatta. Bár nem tudom, mennyire lehet engemet hallani. Meg halnál légy szíves, köszi. Bocsi, Stanwell már kipurcantáltalam, és most te jössz. We'll die together, 13. And the identity of number one goes with us. There's nothing you can do. Szóval nem te voltál az egyes számú. Ó, ne, öngyilkos lett. Most nem tudjuk kigérezni, hogy ki volt ő. Ja, akkor ő volt a number two. Köszi, hogy utólag válaszolsz. Na jó, akkor gyorsan el kell innen menekülni, vagy legalábbis megakadályozni az atomrakétátnak a kilövését. We've located Galbraith, but he's out of commission. No one knows the access code for the missile control room. Find him and abort the process. It's your only chance. Hát jó van. Ja, várj. Hát itt van, könyörgöm a kulcs. Jó van, itt vagytok. Hello. Tudom. Come on, we've got to leave the base. It's too late. Give me the access code, quick. The code? Igen, mondjad.
This way. Oké. Hogy körbenézett. Oké. Jó, hallottam. Csináld, engem nem zavar. Mondjad már. Ezt most direkt csinálod, vagy mi? Nekem nagyon nem tetszik. Direkt csinálja. Senki nem találgat ilyen hangosan. Színészi játék 5-ös. Mr. Sheridan. Na mindegy. Na jó, ez izgalmas lesz. Oké. Okay. Akkor itt minden helyén van. Amúgy elég közel a mikrofon a pofámhoz, de nem legalább valamennyire hallani. Az eltelt egész idő olyan írébe megy. Na minden, nem az ilyen általános dolog, hogy folyton ugrál hang. Hol halk vagy, hol pedig túl hangos. Mert nem talál meg a belencet. Ó, ne! Jó, van vissza még annyi másodpercem. Hát ez nagyszerű, kell semmi 2 perc. Ja, már is. Jó van, ugrok. Uiii! Oké. Na jó, merre menjek? Hát akkor erre nem megyünk, hanem ezt itt szépen kinyitjuk, ide benézzünk, itt majd felszedjük a cuccokat, de előtte még kinyitom ezt az ajtót. Itt nincs semmi az égvilágon. Itt van egy térkép vagy poszter, most nem tudtam megnézni. Aztán itt szépen végig megyünk, kicsit Bruce Willis-tolom, meg egyéb más. Oké, okay, leessünk, megütjük magunkat, aztán igazából megpróbáljuk lehet az egész folyamatot. Ja, nem jó. De gyerünk, csináld. Úgy, úristen, mennyi kulcs van még itt? Vagy nem tudom, ajtó, ami zárva van. Oké. Okay. Jó. Oké, okay, ez bizonyosan segített valamit. Jó, akkor így. Még mindig megy a riasztás? Ó, jaj. Na, az egész menjen a francba. Jól van. Igazából akkor ennyi volt itt a nagy dolog. Na, oké. Jó. Oké, akkor igazából a pusztító folyamat leállt, vagy minek nevezik ezt. Egyrészt szépen felnyitom. És akkor így Beres módjára kimegyünk. De előtt még összelútoljuk magunkat. Oké, köszönöm Edikitet. Ezeket is összeszedjük, ki tudja még mi lesz itt a végén, az egész sztorinak. Jól van. Be van ez tározva amúgy? Nem igazán. Nézzük. Semmit nem tudok még így se felszedni? Á, nem is baj. Így is van egy cuccom szerintem. Na jó. Egy gránátom maradt, komolyan? Húha. Na jó, akkor csak menjünk vissza nyugodtan, mindenféle baj nélkül. Térésesen nem való látvány, tehát abszolút nem nekem való ez a rész. Jó, egy nap lejutunk innét, az biztos. Jó. Greetings, number 13. Ó, jaj. Or is it Jason Flack? Igen, ő vagyok. You'll have to sort that out before they engrave your tombstone. Aha. Hú, a final boss. Amúgy eleinte nem értettem a logikát ennek a harcnak, de igazából csak annyi, hogy eltaláljuk a rakétákat, aztán majd a füsttől beáll egy kicsit, aztán akkor le tudjuk lőni. Come on, fly! De igazából ennyi csak a boss fightnak a logikája. Amikor ott előjön, aztán egyszer meglövöm így. Vagy lehet, nem ez a fegyver kéne, hanem ez inkább ezzel. És az vicces, hogy neki Uzi-ja van, de valószínűleg nem tudom. Hatast golyókkal lő az Uzi-val, és ezáltal tud így megsebezni engem. És az a baj, nem tudom, hogy hol jön. Egyszer kéne lőnöm őt, meg a rakétákat. Jó. Csak az idő kérdése, aztán majd kiderül, hogy melyik oldalt vagy. Aha, valami olyasmi. Hallottam gonoszul nevet. És alig van HP. És szerintem is folyott a medic item konkrétan. Szóval ebből szerintem egy ilyen restart lesz. Jól van. Jaj, én is már beállok a sok füsttől. Jó baj, nem látom, hogy hol van.
Jól van, oké, ez egy ilyen 24 órás harc lesz szerintem. Ó, jaj. Á, inkább átváltok erre. Csak az a baj, mindig rossz helyen van. És amikor elbújik, akkor igazából teljesen elszponolódik más irányba, nem magától megy össze-vissza ám. És persze, hogy most ölt újra. Jó, ez a legcringe-ebb boss fight ever, tehát így lényegében 28 HP-n vagy meg fog ölni. Vagy magamat, hát persze. Amúgy azt nem értem, miért ide rakták le a checkpointot, de sokkal jobb lett volna. Jó, oké. Hallottam, hát én jönnék. És itt is vagyok, de pont akkor tölt újra ám ez a szerencsétlen. Jó van, ez valamennyire bement. És mondom, ez spawnol. Oké, oké, értettük, értettük. Jó, szeretsz lőni engem. Vagy csak pontosan fejre célos. Ugye ebből a játékban nem egyből hal meg az ellenfél a fejlővést, vagy valószínűleg ez az egy logika van, hogy csak a fejre célhoz. Annyira tehetséges vagy, akkor találj meg, értettem. Ó, oh, hello John. Jó. Oké, okay, akkor téged fel is szedünk most azonnal. Oké, okay, kösz, kösz. Na merre vagy? Over here. Na mindegy, szigetben bárhol haladja a játékos. Jó, jó, oké, okay, oké, okay, meg vagy te kopasz. Azt hiszem, hogy fog megjelenni. Nem, de jól sejtettem. Itt vagy, meg vagy, láttalak, láttalak ám. Jó, kifogytam ebből, az vicces. Hát nem tudom, hogy annak idején ezen multisztam volna, akkor lehetséges, hogy valami ilyesmiért vagy átlagos meccs. Na merre vagy? De el is fejöltem, mert itt nem ilyen hamar. Oké, okay, ez game over lesz. Nem tudom, esetleg gránáttal lövöldöz, de szerintem abszolút nem jó ötlet ez. Ott volt 30 kilométerre odébb tőlem, és konkrétan láttam, hogy nem csinál semmit, és meghaltam. Oké, okay, és akkor mutasd magad. Hallottalak. Az vagy nem tudom mindenjön narrálni, arra várok, hogy kipuccanjál, semmi más. De nem fog megtölteni szerintem. De mi az, hogy egyszer meglő, aztán elindul futni? Miért nem akkor fut el, amikor nem tudom, lejár az animációnak az ideje? Na jól van. Talán is hosszabb ideig ez a füst csak. Miért nem raktak le ide korlátot? Annyira utálom ezt a pályarészt. Jó, valamilyen megsebeztele, de szerintem el fogsz jönni valami olyan helyre, ami abszolút szabadatlan a részemről. És hát nem tudom, ezért sebeztem meg bármit is, de szerintem abszolút semmit, és lecsúszott a mikrofonom, hát persze. Jó. Oké. Látszol, sebeztem rajta. Ha? Meghalt az ellenfél az égen? Ja nem, csak egyszerűen John mindenkit lelő. Oké, és... Oké, okay, várjál egy picit, Mangus. Oké, okay, most megfordulhatjuk a harcot, hogyha megtalálnálak. Aha. Jó, értem, értem, értem. Jó, valami megsebeztele, bár nem mindom, hogy ennek lesz bármi vége. Jó, hogy értem, hogy lő rám, csak nincs meg rá, hogy elveszi a fegyver, hanem csak azt, hogy a kezdő az elkezd, nem tudom, csillagszórózni. Na jó, merre vagy? Aha.
Jó, meghalsz, meghalsz, meghalsz! Jézusom, ezzel a fegyben nem lehet célozni. Na jó, merre vagy? Igen, ez a script hiba vele mindig előfordul. Ja, és járni fogom ezt az öreg barmot. Ha? Oh, hello, John. Szerintem ott vagy fent. Ja, exit, jó. Na, csak annyi, hogy igen, itt van egy ilyen script hiba, hogy lecsúszik. Egyszer volt a játékban, hogy ott rendesen állt, aztán utána esett le. De jó, van kipurcant a szerencsétlen. Hát jó, kicsit feszült volt, pedig még volt medikitem. De nem gond. Remélhetőleg az az a rendes hely. Ah, hello John, régen láttalak. Oké, értettem. De úgy nem értem. Értem, hogy ez egy... ilyen, na, mi az a képregényszerű játék. De nem kellett... de miért kell neked az a rúzsadaszádra? Komolyan, ez annyira klisés. Na jó. You magnificent son of a bitch. Ja. You okay, Wally? Is it really over? You bet your ass. Oké, milyen héten visszaálltál megint vigyázz pózba. Oké, és akkor felmegyünk. Közben Sheridan, hát nem tudom. Szerintem az arca teljesen más empátiát mutatott ki, mint amilyennek kellett volna lennie. A legalábbis a mozdulatta. Oké, és... jó. Annyi szó, fájnak tervei vannak még. Vagy interjú lesz vele majd a gyilkosságokkal kapcsolatban? Jó. Don't tell me you have no information about my past, General. Son, the day I recruited you, I didn't ask for your resume. I've always hired my boys based on their skills, and you were a cut above. Hmm, what about Jones? You always appreciated her discretion. Jó, Jones, ha. Én egy Jonesnak mondom. Maybe she'll know something. Jó, 2003, akkor játszódik a sztori. Hiszen ebből az én egy papírba tudtam megállapítani ezt, mert komolyan mondom, valamiért nekem az esetleg a játék a 80-as évben játszódik, amikor a képregény kijött, azt hiszem. Na jól van, akkor még egy utolsó pálya, ha jól látom. Oké, és... jó. Hello. As a matter of fact, here he is. Jason Fly, our national hero. Oké, értettem. It's a great honor. Na, mondjuk a hold az szép, meg úgy New York is, bár kicsit úgy néz ki, mintha az egész egy kétdimenziós kép lenne, de ahogy abszolút rendben van. How do you like my new uniform? Hát nem tudom, mit általában szoktál hordani. Baby, you are smoking. Aha. I know. What did you do? Lose your razor? Something like that. And you're funny too. I know. Not interested, huh? Legalább lejött neki. Carrington is anxious to speak with you. Go see him. After that, I've got a few words for you myself. Oh, oké, okay, értettem. Amúgy kis úgy néz ki, hogy a Mars lenne, de amúgy tök mindegy. Na jó van. Show them for president. Ahogy nem tudom, nekem ez a hajón ismerős. Ah, there he is. Hey, where's your tuxedo? Hello, Fly. Finally we meet under better circumstances. Ahogy azt hiszem, ez ugyanaz úr, amit hordasz, csak át van színezve fehérre, sárgára, és nem pirosra. Há? Jó, csak azért adrántatottuk el a fejben, mert PTSD, igaz? És úgy néz ki, hogy én nem vagyok felöltöző, mint a többiek, de annyira nem is bánom. Ásérálladok rajtad is vajon? Te meg ott lent ülsz abban a ruhában, komolyan? Wally going? He's gotta see this. Hey, Fly, why don't you go and get him?
Jó, megkeresem nektek Valit. Spectacular. Jó, jól néz ki amúgy. Bár nekem szemberákom van már tőle. Ha? Oh, hello Sheridan, helye, álljál már meg. Mi volt az a mérges tekintet? Kis mindegy, ideges lenné. Nem volt jó a whisky, vagy mi? Na mindegy. Nem tudom, mi szoktál inni. Jó van, mindenki a helyén van, ha jól látom. Mi a franc? Gyerek? Honnan szól ez? Szerintem az a nő nekünk ismerős, és Sheridan is eléggé fel van kicsit idegesítve. Ez a szóval ismerős. Number one, do you copy? Number one here. I copy loud and clear. Can you see him? Who's number one? Tell me quick! Are the fireworks not to your liking, Mr. Fly? Hú, mi is a fordult cliffhanger, vagy nevezzük akárminek. Ja, Sheridan nem volt igazából a hatalmas nagy number van. Testvérárulás az egész sztori igazából. Megölte a testvér, hogy aztán ő legyen igazából az elnök. Vagy annak legalább jelöltje. És akkor igazából ez volt a 13. A játék, aminek soha nem készül folytatást, mert hogy... Hogyan fogalmazzak már... nem volt messze tökéletes játék, ugye láthattátok, és többször récseltem és sem örültem volna neki, pedig nagy játékról volt szó igazából. Fogni a képergényes elemeket be az FPS játékba, egy tök jó James Bond-szerű fordulatú sztoriba, telerakni mindenféle akciófilm elemekkel. Volt olyan a stílusa, csak nem volt mindig jó a kivitelezés részemről. Mármint igen, a játékmenete úgy nagy bajok nem volt igazából, karakter könnyen lehetett irányítani, akkor a fegyverek is úgy olyan korrektek voltak, erősek voltak, hatásosak voltak az ellenfelekre, csak nehéz oda, hogy célozni, meg hogy jönnek a meses intelligencia, az nagyon megkérdőjelezhető volt az én részemről. De úgy igazából gondok nem voltak a játékkal. Nem volt túlságosan bágos, nem fagyott ki igazából olyan gyakran, illetve hát a grafika se volt annyira ronda. Mármint igen, nem van túl az egy kicsit néhány szóval, úgy érzek a karton, hogy ki lenne vába a papírba, és néha a körvonalak is eléggé zavaróak, de nekem ez nem jelent úgy igazából nagy gondot, csak néha a játék így képes a felidegesíteni a furcsa mesterséges intelligenciával, pedig az, hogy a bosszokat nem kínos saját hülyeségei miatt, de jobban szerettem a dolgokat a játékokkal kell, mit sem a saját hibáimra tulajdonképpen. A sztori is igazából helyén volt, teva fordulatokkal igazából pillanattól pillanatra, mindig volt valami új dolog. Csak hát, a játékra nem készül fordítása tulajdonképpen, mert hogy nem alakult a helyzet annyira jól igazából szerintem, kritikailag meg a, nem tudom, az Ubisoft rajongójának se tetszett annyira játék, vagy legalábbis, nem tudom, miért nem készült igazából új folytatást, csak itt találgatok, majd utólag megnézem, mi van itt. Akkor itt minden dokument megvan, ami kellett nekünk. Semmi sem maradt kihagyva. Ja, aztán igazából megnézted, hogy milyenféle információkat az adott könyvben mi van. Szóval ja, igazából Cream, Kim Rowland, tehát hogy ja, vele beszélgetett ott Sheridan eléggé agresszív hangnemben. Hogy mi lett, miről szól a folytatás? Hát talán annyi elképzelésem van, hogy nem tudom, elkapják Flight, aztán igazából nem tudom, Jaws-nak kell kimentenie. Aztán kiderül még egy csomó információ főszereplőnek a hátteréről, meg a múltjáról. Szóval ja, igazából akkor ennyi. Volt akkor igazából ez a Sheridan, Wally Sheridan, ő megölte a testvérét, és lényegében összegyűjtött az idő, akkor, na, azelőtt összegyűjtött egy csomó embert, akikkel esetleg a saját birodalmával kialakították volna. A személyek, akik közel álltak volna, akik közel álltak igazából magához, az elnökhöz. És tulajdonképpen ennyi. Ma kerestek egy embert, Steve Rowlandet, aki megöli majd magát az elnök jelöltet. És utána meg hát elhazdározták, hogy ezt a személyt meg kéne ölni. Mert neki nem szabtak igazából semmi jutalmat, meg
szerepet a birodalomban, amit ők megalkottak volna, ez a hatalmas gyűlés, és lényegében Mangus kiküldte, hogy megöljék Steve Rowlandet, és hát akkor jöttünk mi igazából Jason Fly, aki felelte Steve Rowlandnek a személyazonosságát, papírban meg kinézetileg, és lényegében előadtuk azt, hogy visszatér a halálba, hogy megöljön mindenkit. Ez tulajdonképpen Kimnek az ötlete volt, mert technikailag, vagy nem az, meghalt igazából Roland, csak mi volt a nyerelje, hogy hazasétálni és elbúcsúzzon a feleségétől, meg a gyerekétől. Szóval, ja, igazából ennyi, bosszú a bosszúra. Vagy mi az a bosszú bosszúra? Hát lehetne az is, hogy igazából a főgonosz a number one igazából bosszúra állt a testvére, mert hogy mindig ő volt így lekezelve, másodlagosnak kezelve, meg selejtként tekintve, aztán így vágott vissza, megöli őt azon a napon, amikor ő lehetne az elnök, és akkor ráteszi a helyét lényegében. Másik bosszú sztori, mert maga Kimről szólt, ahogy megpróbálja ő Jason Flight felhasználni, mint szellemet, hogy megöljön mindenkit, aki összefogott az elnök ellen. Valami ilyesmi a sztori. Na de hát akkor igen, ennyi volt a 13. Egy elfelejtett FPS játék a 2000-es évek elejéről, ami habár kapott egy remastert, vagy nem tudom, remake-et, inkább remake, de az anyag pocsék volt, hogy még az eredet is alul múlta. Szóval, ja, ennyi volt a 13. Martin van a Retroba, és már találkozunk a legközelebbi videónál. Sziasztok!